Múltkoriban megmutattam nektek, hogy hogy mászok fel az ágyra. Ugye volt egy kis bökkenő közben. Ugye maga a lépcső, ami az ágy mellett van, csúszkált. Emiatt nekem le kellett félig vetköznöm, hogy a bőröm tapadása által gyakorlatilag rátapadjak a lépcsőre, mint valami polip a tapadó korongokkal. Keresgéltük a lehetőségeket, hogy hogy lehetne megoldani ezt az egészet. Ugye ti is írtatok ilyen-olyan-olyan dolgokat, hogy ragasszuk le, hogy rakjunk alá szőnyeget, hogy legyen ez, legyen az. De aztán valahogy másképp oldottuk meg, mert hogy megoldottuk, nyilván ezért készült el ez a videó. Bementünk a kínaiba, egy olyan volt, ami kínai, olasz és magyar egyszerre. Mert hogy ugye az van ráírva, hogy pizza italiano, azt hiszem. Kínai a cucc, mármint hogy amiket hoznak, és magyar eladókkal. Nyilván van köztük kínai is. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy meg tudtuk oldani ezt az egészet. És azóta gyakorlatilag többé-kevésbé hangtalanul mászok be minden éjszaka, vagy minden este az ágyba. És nem kell annyit bajlódnom azzal, hogy jaj, megint elcsúszott, akkor jön egy sor anyázás, akkor gyorsan le a trikót, mert az úgy egyszerű, hanem fölmászok. Ja. Na nézzük. Nézzük meg. Ez az a kis... Hát ilyen, nem is tudom minek, fürdőszobai csúszásgátlónak nevezik, én úgy gondolom. És gyakorlatilag ugye ez önmaga is rátapad a talajra, de azáltal, hogy súlyt teszünk rá, ugye ez a lépcső nem egy könnyű valami, ezért még jobban rátapad. Meg tudom mozgatni, de hogyha rámászom, akkor nem csúszik el. Kvázi sokkal egyszerűbb az egész. Megkérem az operatőrt, hogy menjen át oda, és akkor megmutatom, hogy szoktam fölmászni. Nem egy nagy kunst. Azért kértem, hogy menjen át oda, hogy ne a seggemet nézzétek, ahogy éppen itten balettozok, bár mondjuk azt már megszoktátok streamek alatt. Hát nyilván bejövök onnan, megnézem magamnak. Néha egy kicsit el szoktam húzni, lehet, hogy most is elfogom, mert kell a lehetőség, hogy megkapaszkodjak. Minimális csúszás van, de az nem olyan érdekes, szerintem. Hopp! Nem a cucc csúszik el, hanem a kezed. Az kellemetlenebb, mert fáj. Nem baj, még egyszer. Igen, és akkor innentől kezdve már az enyém a terep. Fogom magam, bedőlök, de most nem fogok bedőlni, mert szépen be van vetve az ágyikó. Jó, mindegy, ez. Na, úgyhogy ezzel tettük könnyebbé az estéket, meg a reggeleket is. Reggel se csúszkál, meg este se csúszkál. Pár száz forint, gyerekek. Amikor elmész egy olyan boltba, ami kifejezetten olyannal foglalkozik, speciális eszközökkel, hogy igen, akadálymentesítsd a lakásodat, a fürdőszobádat, az akármidet, akkor szembesülsz azzal a ténnyel, hogy súlyos ezreket pakolnak rá ezek a cégek, brutális ezreket. Majd mutatok nektek a következő videóban egy olyan eszközt, ami leesik az állatok. Most elmondom az árát. Segédeszköz boltban olyan 5-7 ezer forint, de van, hogy drágább. Ezt a Pepco-ban 1 euróért vettük meg. 1 euróért. Ennyi. Köszönöm a figyelmet, és ha tetszett, nyomjátok meg a lájkot, illetve írjátok le a véleményeiteket, hogy
hogy mit gondoltok erről az egészről. Ciao.